Most már se hányan, mert éppen vége a szervezetnek. Nagyjából 20 fő volt maximum. És az a 3 autó, vagy 2 autó van? Mennyi körülbelül? Hát igen. Voltunk a 80 szerintem. Már egyébként? Igen, természetesen. Ennyi volt az első. Politikusoknál.
hogy ez így benne lesz, minden napos lesz a szükségünk. Vagy kurát, hát én azt gondolom, hogy ennek csak örülni lehet, hogy legyenek ezek a dolgok minél sűrűbbek, és végre eltörjük ezt a mocskot, amivel önt is, engem is, Vilit is, Landrást is, a többieket, kizsákmányolát, szétédokat, mindenki mást. Ez már túlzás, ami most folyik ebben a tovább. Ilyen jól egy politikus, keressen tiszna, de hogy az, hogy közben másnak ne legyen pénze kenyérre, mert tudja a gyerekét iskolába járatni, próbált venni, az már azért. Bízás. Valami ilyesmi történik most ebben a pillanatban. Csak azért, hogy a hátteret is, tehát ne csak azt lássad, hogy... Mert ugye a beszédeknek már vége volt, amikor érkeztek, bár érdekesek lettek volna, de majd másképp kicsit tovább tartani. Igen, Facebookon föl lesz volna, és akkor... Nem akarunk önöknek sok munkát adni, de sokszor meg fogjuk ismételni mostanában a hasonló akciókat. Itt is, és máshol is. Szerintem itt Miklóson nincs is több kocsi. Igen, holnap, hogy védett személy. Hány órától lesz a bordba? Kamerázz, légy szíves. Engem. Ez a jó, hogy egyikünk se körözött. Ja. Cél, így van. Szomszédok megtudták, hogy mocskos árulók laknak mellettük. Hallod, hogy milyen volt a biztosakról menni? Mi nézett? Igen, valami jösszak. Nem, mert ő kinézett az ajtót. Hát azt mit értem? Hát mit értem? Hát csak felérjek. Nem akarják. Hát tudom, hogy kérjett az utcán. Az azért nem valószínű, mert ez megszűnik, látod? Tehát amelyik megszűnik, az nem kényelem. Amelyik terjed, tehát amelyik ott marad és terjed, az... Igen, abszolút. Próbálnak. Fölénk repülünk. Még egy autó. Autóknak kellett volna jönni. Megint ahogy kellett volna, mert a kutyövér nem fegyik egy szkicet, hanem valami. Nem, más nem kellett. Köszönöm szépen!